Veszelka Attila Szolnokon született, ám 1962 óta Szegeden él. A Pécsi Janus Pannonius Tudományegyetem magyar énekzene, majd a Szegedi József Attila Tudományegyetem filozófia szakán szerzett diplomákat. Verseit számos folyirat közölte, ám prózát is ír, a híres Szeged környéki bűnözők Pipás Pista és Veszelka Imre életét is földolgozta egy-egy sajátos kötetben. Köszöntöm vendégünket, Veszelka Attilát, aki hát sokféle minőségben lehetne jelen, de most ezúttal íróként köszöntelek itt a stúdióban. Amiről pedig beszélgetni szeretnék veled, az a betyárok, a betyár romantika, van, mint hogyha lenne egyfajta betyár reneszánsz manapság. Neked ugye Nomen est Omen, tehát ezzel a névvel, hogy Veszelka, ezzel a névvel mindenképpen találkoznod kellett a betyár problémakörrel, és hát írtál is egy könyvet ugye Veszelka Imréről, aki nem mellesleg az egyik ősök. Te hogy látod ezt, mikor tól datálható, vagy mikor vetted észre, hogy a betyároknak kultusza kezd kiépülni? Vagy újra kultusza kezdett kiépülni, hiszen volt már többször ilyen az elmúlt 100 év folyamán. Valahogyan úgy gondolom, hogy minden népnek, nemzetnek kellenek hősök. És van olyan népcsoport, aki ebben találja meg, van, aki abban találja meg a maga hősét. Az idő pedig egy olyan dolog, ami gyakorta megszépíti a régi történéseket, hiszen ha visszagondolsz a saját életedre, akkor ott is biztos vannak olyan nagyon fájdalmas pontok, amikre ma már mosolyogva gondolsz vissza. Mondjuk egy szerelemnek a végére, valami már tud nevetni az ember, egész más perspektívába kerülnek, más látószögbe a dolgok, és sokszor el is homályosítja, hogy az emlékezet a sohasem objektív, mindig szubjektív, bárhogyan is igyekszünk, hiszen te történész is vagy. És hát megszépíti a távolsága dolgokat, és hát a környező népeknél is kialakult ez a kultusz, amikor olyan emberekből, mint a Jánosikból, a Rablóból, hát nemzeti hősök lettek. Ez ugye Szlovákia? Igen. Szabadság hősök. Sőt, azt hiszem, hogy a Jánosikból a románok is csináltak egy filmet. Ott még a dák vonalat is belevették. És tehát mindenütt megtalálható ez. És nálunk, hát most, ha Rózsa Sándorról beszélünk, te meg őről írtál most a közelmúltban egy könyvet, illetve Veszelkáról beszélünk, de hát a Rózsa Sándor az nagyon jó példa pontosan erre. Veszelka is, de nem olyan erős, nem olyan nagy mértékben. Ugye itt ők valahogyan belegabajodtak a szabadságharcba is, a 48-as szabadságharcba. És ez is, hogy úgy mondom, jasz kifejezésre, hogy rádobott még egy lapáttal az ő hírükre, nevükre. Fényezte a nevüket egy kicsit az, hogy mind a ketten részt vettek ebben a szabadságharcban. És hát természetesen a néplélek az ugyanúgy, mint a igazságos Mátyást kifényezte, kiszidolozta a nevüket. Ugye Mátyás sem volt olyan nagyon igazságos, ha tudjuk elég. Pár nem volt közkedvelt saját korában. Nem járt áruhába sem, állítólag soha a nép között, de hát ez így alakult. Mostanában pedig tényleg, ahogy említed, a reneszánszát éri ez, a betyár romantika. Nincs ebben valami, két elem, amit én fontosnak gondolok, aztán majd kiavítasz, vagy kiegészítesz. Egyrészt a mitológia igény. Ugye a mitológiák sokat koptak a felvilágosodás után, hiszen
a racionális világképben a mitológia maga szimbolikus látásmódjával, a maga több jelentésű világával, több dimenziójú világával nehezen fér bele. A racionalizmus, vagy fogalmazunk úgy, hogy a vulgár racionalizmus az egy egydimenziós világ. Ott a több dimenzióval nem nagyon tudnak mit kezdeni. A valódi racionalizmus az bőven, de ez a tömegek szintjére jellemző, vagy a tömegek gondolkodásmódjára jellemző vulgár racionalizmus, az mérhetetlenül egydimenziós. Éppen ezért a mitológiát egy kicsit átalakították, háttérbe szorították, de valahogy az embereknek van szüksége hősökre, példaképekre, olyan mitikus történetekre, amelyek kvázi mintául szolgálnak, hogy bizonyos élethelyzetekben hogyan lehet cselekedni. Ez nagyon fontos, hogyha már Szegeden vagyunk, meg prózáról beszélünk, hogy itt van egy Dugonyi Csandrás nevű jó ember, aki megteremtette a magyar regényt. Olyan elődök kapcsán, mint mondjuk a Heliodorus, vagy akár a Trimalchio lakomája, ugye, hogyha a latin megfelelőjét akarjuk megkeresni. És ezek mind mitikus történetek kezdetben. Ugye Dugonis is először latinul ír egy argonauta történetet, amit aztán Gyapjas Vitézek néven dolgoz át magyarra, Jean Barclay nyomán írja meg ezt a regényt, de az Etelka is egy mitikus történet. Tehát Dugonics azt találja ki, hogy a nagy mitológiát lefordítom magyarra, és egy magyar kis mitológiát hozok létre, és talán Jókai népszerűsége, az olvasók közti népszerűsége és a kritikusok általi kirekesztettségének is ez lehet az egyik oka, hogy Jókai mer mesélni. Azt mondja, hogy itt van, tessék, mitológiát teremtek, megírom a szabadságharc mitológiáját a kőszívű ember fiaiban, belehelyezem a betyárokat, és ezzel a betyárokat is elemelem a valóságtól, mert valóságban a betyárok messze nem tették azt, amit a Jókai regényben a betyárok tesznek a szabadságharcban. Tehát, hogy van egy ilyen mitológiai igény egyfelől, másrészt pedig az igazságosság. Ugye az embereket az életük során folyamatosan érik igazságtalanságok. Jogegyenlőség van, és hasonlók vannak, deklarálva mindenképpen, a valóságban ez elég döcögős nálunk is, meg a legtöbb helyen. Nagyon sok méltánytalanság, igazságtalanság éri az embert, vélt vagy valós méltánytalanság és igazságtalanság, amit nem tudja helyre billenteni az igazságot, és ilyenkor jó egy olyan történetbe belefeledkezni, ahol a kisember, a nem a hatalom birtokosa, hanem inkább a hatalommal szemben álló személy, az úgy visszadöccenti ezt az egészet. Nem gondolod, hogy ez a két elem nagyon erősen befolyásolhatja a betyár mítoszok újraéledését, újraírását, népszerűségét? Tökéletesen igazad van, elmondtál mindent, tulajdonképpen még azt is, hogy tehát új mitológiák épülnek. Erre megint csak te vagy az eklatáns példa, hogy meg hát még többen is, akik így mostanában betyár regényeket írtak, hogy egy a valóságtól nagyon ellépő könyvet írtál. Van egy pici magja, igazság magja, de meseszerű az egész, hiszen úgy emlékszem, hogy mesének is indult ez a könyved a Rózsa Sándorról, és van a másik oldal, és ebben semmi kifogásolni valót nem találok. Hiszen itt akkor most utalhatnék arra is, hogy először ezek a dolgok engem bosszantottak. Tehát én mindig szeretem kiszagolni az igazságot, kibontani az igazságot. Hogy ilyen egy oknyomozó újságíró nyelven fogalmazzak. És amikor én ezt régen úgy értem meg, hogyha valaki egy igazságot így eltorzított, most ezt csúnya szóval mondom, akkor az belerondított szinte az én munkásságomba, és például ezt a Pipás Pista könyvennél éltem meg nagyon rosszul, hogy ugye írtam egy könyvet róla, hogy Pipás Pista az átokázott anyavilág hóhéra. Ami tulajdonképpen egy klasszikus dokumentumregény. Hát egy dokumentumregény, igen, egy pici kevéske életrajz elemmel fűszerezve, de dokumentumregény. És akkor aztán például itt megjelent egy dráma belőle,
amit nagyon nagy sikerre játszottak. Pozsgai Zsolt, ha jól így emlékszem. Van. Nagyon nagy sikerre játszottak itt a Szegedi Nemzeti Színházban, és először úgy éreztem, hogy mint a falhoz állítottak volna. Aztán rájöttem, hogy itt pontosan arról van szó, amiről beszéltél. Tehát így mitosz, mitológia teremtésről van szó, és semmi baj nincs ezzel, de úgy gondolom, hogy legyen meg ennek a párja is. Szóval mindenképpen legyen meg a törekvés az igazságra és a valós tényekre, amiket aztán kinyomozni már nagyon nehéz a valóságot, de azért megközelítőleg lehet rá utalni dokumentumok alapján. Nagyon szépen köszönöm Beszélko Attilának, hogy velünk volt. Köszönöm önöknek a figyelmüket.